Nagyon jó taktikával kezdtünk. Szerintem mi voltunk az egyedülék, akik négy vizessel és két slickkel mentünk ki. Volt egy olyan előrejelzésünk, hogy nagy belegen esni fog, illetve már Csekberényre is mondtak esőt. Az nem jött be, úgyhogy ezen a két gyorson az első meg a másodikon ott kaptunk a többiektől. De állítanak nem annyit, amit nem tudtunk volna ledolgozni. Úgyhogy az első kört már az első helyen fordultuk, és a második körül is meg tudtuk ezt őrizni, sőt egy kicsit tudtunk növelni az előnyünkön, úgyhogy azt hiszem 7,3-mal vezetünk. Ami nem sok, sőt inkább talán mondhatom, hogy kevés, de mégis valamennyi. Úgyhogy most még három gyorság jön előttünk, abból két hosszú, egy kicsit rövidebb, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz három gyors jön még a programban. Én annak örülök, hogy nagyon nagy a csata, tényleg másodpercen, tizedeken belüli csatákat vívunk gyorsági hossztól függetlenül. Van még három nagyon kemény gyorsaság, én azt gondolom, itt azért nem szabad most lányoskodni, úgyhogy tényleg nagyon keményen szeretnénk nyomni. Mi a cél? Peppe próbáltuk beosztani, vagy próbáltuk gyorsulni majd? Nem, semmiféleképp nem beosztani szeretnénk. Azt gondolom, hogy ezt meg szeretnénk tartani az eredményt, és ha lehet, akkor gyorsulni.